Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek csodás péntek estét szeretnék kívánni. Végre itt is vagyunk egy újabb horror videóban, amiben most egy olyan TikTok profilt fogunk megtekinteni, amit az egyik kedves nézőm küldött nekem. Innen is meg szeretném neki köszönni, és csupán annyit írt hozzá, hogy pénteken kéne ezt megnéznünk. Szóval gondolom, hogy valami para horror téma lesz itt. Semmit nem tudok egyébként erről a profilról, direkt nem néztem utána meg semmi, csupán a linket lementettem, most az előbb pedig megnyitottam, de még mielőtt felfedeznénk, hogy mégis mi ez az egész, promóznom kell magamat, ugyanis az előző videóban kihagytam, hamarosan indul a gameplay csatorna, ott van a linkje lent a leírásban, illetve a rögzített kommentben, hogyha még esetleg nem iratkoztál volna fel oda, akkor mindenféleképpen tedd meg. Na de akkor, kezdjünk is bele! És akkor itt is van a profilunk, ami a user 0172647271-es nevet kapta. Gondolom, hogy nem állított be semmit, ezért ez ilyen automatán generált név. A biónkban pedig az van, hogy 2025 második hó 1. Lehetséges, hogy ő a jövőből jött, vagy valami? És tud valamit, amit mi nem? 777 000 követője van. Figyeljetek, az jobb, mint a 666 000, de mennyire durva, hogy még nem is hallottam erről az egészről. Na de le is görgettem a profil legaljára, ahogy látom nincsen túl sok videó itt, szóval szerintem ebben a videóban meg fogjuk tudni tekinteni az összeset. Na de itt kezdődött minden, méghozzá március 15-én. A TikTok levette ezt a videóját, de ő feltöltötte újra, vagy ez lehetséges, hogy másik videó? Szerintem az másik videó amúgy. Szóval a TikTok cenzúrázza őt? Ajjaj. Senki nem jött ki a kórházból, szóval ő úgy határozott, hogy inkább elmegy. Hazament, és még mindig egyedül van, nagyon össze van zavarodva. Ez is ilyen embereltűnős téma lesz. És tudjátok, ez az egész lehetséges, hogy 2025-ben játszódik, és akkor a koronavírus után ez fog ránk várni. Ez egy üzenet a jövőből! Folyamatosan történik. Elaludtam órán, majd pedig, amikor kisétáltam, sehol nem volt senki. El vagyok átkozva. És mennyire full üres az egész suli. De ezt hogy? Hogyha ez az egész meg van szervezve, és nagy eséllyel meg van szervezve, akkor is baromira nehéz ezt megvalósítani, hogy komolyan akkor videózza az iskolát, amikor nincs ott senki. Sehol nincs senki! Kocsik pedig voltak ott. Na de az emberek hova tűntek akkor? Már 5 nap eltelt, és még mindig nem látott senkit. Még egy kocsit se, ami elment volna az utakon. Hajnal 4 van, és ide jött a parkba. Hát de figyeljetek, milyen kis csillesen elücsörög ott. Ő aztán el van. Ez a hely nagyon furcsa. Tudti amúgy, hogy most indul még egy kicsikét barátságosan ez az egész, és innen kezdenek majd bedurvulni a dolgok, minthogyha egy horrorfilmet néznénk, de ahogy látom, itt a leírásban van egy csomó szám. 54, 68, 65, 72, meg betűk is. Lehetséges, hogy ez valami kód, és üzenni próbál valahogy nekünk. A nagyon profi emberek már megfejtették ezt, az biztos, de szerintem nézzük is az ezutáni videóját. Itt van az első videó, amit ugye először leszedett a TikTok, és ezen közel 7 millió like van. A szülei és ő elmentek a kórházba éjfélkor,
És azt mondták nekem, hogy maradjak a kocsiban. Elaludtam, majd amikor felkeltem, akkor szembesültem vele, hogy már 3 órája itt vagyok. De mégis miért mentek be a kórházba? Az a baj, hogy ezt nem tudhatjuk meg. De annyira üres minden. Senki nem volt a közelében, el is ment a kórház ablakhoz, benézett, de senkit sem látott. És amúgy itt is a leírásban egy csomó szám van. De hogy mégis mik lehetnek ezek a számok? Tudja, hogy valami titkos üzenet? És ennyi volt ez a videó, ez volt a legelső, ugye? Csak most engedte is a TikTok, de nem is értem. Egy ilyen ártalmatlan videót miért szedett le? Meg akarja akadályozni, hogy megtudjuk az igazat? Vagy mi? Visszament a kórházhoz szerintem, azért, hogy megnézze, hogy a szülei kocsija még mindig ott van-e. Mennyire durva lehet amúgy, hogyha az egész világon csak te vagy, és mindenki eltűnik körülötted. Jöhettem úgy a komment szekcióba, hogy mi lenne az első dolgotok, amit csinálnátok az ő helyében. Várt reggel 6-ig, amikor pedig a kocsihoz érkezett. Észrevette, hogy teljesen ki van rabolva. Nagyon félelmetes volt számára ez az egész. Ugyanis akkor ezek szerint még sincsen egyedül, mivel valaki fosztogatott. Lehetséges, hogy valaki, vagy esetleg valami figyeli őt? Nagyon, de nagyon nem tetszik ez nekem. Mondtam én, hogy kezd majd bedurvulni, hogy ráéreztem. Tipik olyan ez, mint a horrorfilmek. Itt pedig milyen napos az idő már, meg minden. Tudod, ilyen boldogságot áraszt, aztán mindjárt jön a fekete leves a végén. Még egy nap egyedül. Most fel akarja fedezni, hogy komolyan nincs a környéken senki, és itt is a leírásban kódok vannak, egy csomó szám. De amúgy figyelj, addig örülj, ameddig nem találkozol másokkal, ugyanis ki tudja, hogy milyen arcok vannak még ott rajtad kívül. Pár órán keresztül sétált, majd pedig ezt a kis bunkert találta. Hogy le van amúgy zárva a bejárata? Vajon az már régóta így le van zárva, vagy pedig van más túlélő is, vagy olyan ember, aki még ott van, és ő zárta így le. This whole town is abandoned. Ez az egész város teljesen elhagyatott lett. És mennyire durva már? Most abba gondolok bele, hogy itt a környéken akarnék én valami hasonlót csinálni, szinte lehetetlen lenne megvalósítani, ugyanis folyamatosan mászkálnának emberek meg autók. After a few hours of searching, I hear gunshots. Pár órán keresztül nézelődött, keresgélt, és lövés hangokat hallott. Szóval akkor tudja, hogy nincsen egyedül. Mik ezek a zsákok? Először már megijedtem, és azt hittem, hogy ilyen hullazsákok. Ez olyan, minthogyha egy apokalipszisban lenne. Azt írja nekünk, hogy talált egy fehér furgont. Szóval akkor már emberrablók is vannak a környéken, vagy mi? És ez sokak számára felkavaró lehet. Ja, hogy ez nem csak egy olyan fehér furgon, ami egy helyben áll, hanem valaki vezet is. Megpróbálta követni azt a furgont. Csak nehogy a vesztedbe vezessen. Na és akkor ott is van. De valaki azt akkor
Nagyon ott hagyta. Hova tűnt a sofőr? De jól fel van szerelkezve, ha van benne víz meg minden. És talált benne egy levelet. Csak nehogy valami búcsúlevél legyen. De azt mondja, hogy nem értette. Meg a tartalmát. Nem mutatod meg nekünk, vagy valami? Hát figyeljetek, a rádió legalább működik. És még azt írta ott nekünk, hogy talált egy félelmetes régi családi fotót, de most pedig megnézzük újra, hogy hátha meg tudom állítani a levélnél, és valamit ki tudunk belőle bogozni. Nagyon koncentrálj! A reflexek, Robika, reflexek! Ott is van! Formáj! Szóval ezt a levelet valakiének írta. Lehetséges, hogy ez komolyan egy búcsúlevél? Ezen kívül amúgy nem sok mindent lehet kigobozni belőle. Itt pedig a családi fotó volt egy paliról, egy nőről, meg gondolom a közös gyerekükről. Egyre bonyolodik ez az egész, szóval akkor jöjjön is a következő videó. Szerette volna vezetni azt a kocsit, ugyanis unatkozott. Persze, hogyha unatkozott az apokalipszis kellős közepén, mi mást is csinálhatnál. Ez a legeslegfülyébb dolog, amit csinált. Mégis miért? Ne! A kocsi teljesen leállt, és nem tudta irányítani. Haver, gurulsz még vele? Remélem, hogy nem. Biztonságban van. Már amennyire ilyen helyzetben lehet biztonságban lenni, ugyanis nem tudja, hogy hol van. És ettől mégis miért full liba bőrös a lábam? Azt mondja, hogy majd vissza fog menni ahhoz a kocsihoz. Nem kéne szerintem. Nem tetszik az nekem, nagyon, de nagyon. 6 nappal azután, hogy ott hagyta a kocsit, talált egy para alagutat, és azt mondja nekünk, hogy ennek az alagútnak egy nagyon felkavaró sztoria van, ezért is elátkozott. Akkor miért vagy ott? Menjél onnan! Egy nő szelleme kísérti ezt az alagutat, aki balesetet szenvedett itt pár évvel ezelőtt, és itt hunyt el. Mi van akkor amúgy, hogyha annak a kocsinak, meg ennek az alagútnak valahogy köze van egymáshoz? De csak nem. Bár nem tudjuk azt, az a baj, hogy mennyire messze van ettől az alagúttól a kocsi. Nem látott semmi parát, de hallott suttogást. Amitől teljesen beparázott, ezért el is ment onnan, és folytatta is a kalandját. Talált egy bevásárló központot, ahol régebben sokat lógott, még mielőtt ez az egész történt volna. Nagyon szomorú látni így. Régen sosem gondolta volna, hogy ez a pláza ennyire parán tud kinézni. Azt hitte, hogy fog itt találni vizet, vagy pedig ételt, de a boltok csontig ki vannak pakolva. Még a polcok is. Hát mi történt ott? Ha valaki kifosztotta őket, akkor tudti, hogy nem vitte a polcokat? Annyira nyomasztó ez az egész. Most pedig le akarja tesztelni, hogy valaki van-e ott. De már a videóban is vannak számok írva. Várjatok, csak mi van akkor, hogy kimásolom ezeket a számokat, és beillesztem Google-be. Ne csináld! Ezekből a számokból betűk lesznek. De ennek az előzőnek nem sok jelentése volt, szóval kimásolok egy másikat is. Hát ha a háború közeleg! Meg ilyen leírások vannak! Milyen háború? 2025? Február 1-én? Engem nézett valaki! Hát most már
csak azért is kimásolgatok párat. A fejemben vagy benne. Hát valljuk be, hogy ezektől, a kis rejtett üzenetektől még parább ez az egész. Talált egy jegyzetet, amin emberek nevei vannak. Hát de akkor ezek szerint sok túlélő van, már hogyha az mostani. De tudja, hogy mostani, ugyanis nagyon frissnek nézett ki. És ennek apropójára elhatározta ő is, hogy fog ilyen feljegyzéseket elrejteni. Egyet a plázánál, egyet a könyvtárban. És amúgy, minthogyha az összes borítéknál is ilyen kódok lennének, amiket meg lehetne fejteni. Az utolsót pedig a kórháznál rejtette el. És ez a kód is mi? Ez talán GPS koordináta? Nem tudom. Annyira rejtélyes, összetett és komplex ez az egész, baromira tetszik. És most nézem, hogy ennek a videónak az a leírása, hogy egy napon én elmegyek, és senki sem fogja tudni. Ezt egy hónappal ezelőtt töltötte fel. Kíváncsi vagyok, hogy a legutolsó poszt az mikori lehet. Hogyha valaha is befejezném a posztolást. Mi ez a hang? Then they silenced me. Mi van ott? Akkor ők elnémítottak engem. De kik? Szerintem ő már tud valamit, amit mi még nem. Nincs több titok. Az volt ennek a videónak a leírása. Hát nézzük is a következőt. Na végre talált egy boltot, ahol tudott kajákat. Majdnem mondtam, hogy venni, de hát szerezni. Hogy mi? Nézzétek meg! Dátumozva van már ez a videó, hogy 2025. január 2-án játszódik. Na várjatok, gyorsan a leírásban lévő kódot beilleszteni ide. Hamarosan véget fog ez érni. Nagyon, de nagyon ráz a hideg! De miért ment vissza az iskolába? Na de itt is először a leírásunkat be is illesztem ide, fejtsük is meg a titkos üzenetet, ami nem más, hogy miért vagy itt. Hát de mégis ki? Tudja, hogy ez nem nekünk szól, hanem azoknak a valakiknek vagy valamiknek. Megy használni a szüleinek a kocsiját. De először úgy nézett ki, minthogyha valaki elől menekülne. Na de sikeresen be tudta indítani, és el is indult vele, és azt írja nekünk, hogy ott hagyja ezt a helyet. Sehol nincs senki az utcákon. Hát ezt mégis hogy tudták megcsinálni, már nem azért. Meg amúgy teli hold is van, persze. Órák óta vezet, amikor ezt a helyet találta. Ezt a videót 6.-5-én rakta ki. Szóval ez baromira friss. Na de akkor itt is van a kövi, amit 4 nappal ezelőtt töltött fel. Másolom is akkor a rejtett üzenetünket. Keressetek meg élve. Annyira nyomasztó ez az egész. Ne lépj be! Ő relaxálgatott mindaddig, ameddig rá nem jött, hogy semmi sem lesz már rendben. Ne! Miért nézett ennyire le ott? Csak nehogy öngyilkos legyen vagy valami. Meg a kezét is nagyon furcsán rakta ott le. Aztán lehetséges, hogy csak én láttam ezt az egészet bele. És ez volt az utolsó videó ezen a profilon. A végére is értünk.
Hát szerintem ezt az egészet biztos, hogy fogjuk folytatni, hogyha fel fognak ide új videók kerülni, ugyanis baromira érdekes ez az egész történet. De hogy ez a 2025 második hó 1 mégis mit jelent, vagy lehet, hogy január 2-a inkább? Mivel az egyik videójában a dátum január 2-a volt. Lehetséges, hogy ezúttal arra? Nagyon remélem, hogy nem ugrott ott le, és elég erős lesz hozzá, hogy bírja ezt az egészet. De hogyha mostantól kezdve hónapokra el fog tűnni, és nem fog jelentkezni, akkor nagy eséllyel megtette. És ennyi volt az egész. Hát én szeretném folytatni nagyon ezt a történetet, szóval remélem, hogy lesz rá alkalmunk. Mennyire jó volt már így nyomozgatni meg minden, hogy megfejtettük már a titkos üzeneteket is. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, az Instagram oldalam, plusz a webshopom, na meg a gameplay csatornám is, ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretnél lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!